Ipari park, több mint 800 millió forintos beruházást adtak át Tiszalökön. Költöztek, korszerű körülmények között dolgozhatnak a Máté Szalkai Szakképzési Centrum szakemberei. Hiánypótló munka, a Tanács Köztársaság Kárpátalján címmel mutattak be könyvet a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei levéltárban. Ipari parkot adtak át Tiszalökön, a város Tiszavasvári felé vezető útja mentén mintegy 16 hektárnyi területet alakítottak ki úgy, hogy a jövőben ipari célokra is alkalmas legyen. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Gömze Sándor polgármester az átadó rendezvényen azt mondta, több mint 800 millió forintot tudtak pályázni a terület közművesítésére, valamint az ipari út megépítésére, és már el is kezdték az üzemeltetéssel kapcsolatos tárgyalásokat. Így néz ki most a Tiszalök határában létrehozott ipari park területe, amelynek helyén korábban mezőgazdasági termelést folytattak. Gömze Sándor az ipari park hivatalos átadó rendezvényen azt mondta, 2008-ban kezdték el megvásárolni a földeket, összesen mintegy 21 hektárt, amelyből jelenleg 16 hektárt terveznek ipari célokra hasznosítani. 7 évvel ezelőtt nyújtottak be pályázatot Európai Uniós forrásra, amelyet sikerült megnyerni. Ez a pályázat pedig arról szólt, hogy ezt a területet feltárjuk, ide utat építünk, gazdasági utat építünk, behozzuk az alapközműveket, ivóvizet, szennyvízelvezetést, közvilágítást, illetve egy külön kábel ugye majd a kommunális fogyasztóknak, tűzivízrendszer épült ki, a vízelvezetés, illetve a víz elszikkasztása, árkok így lettek kialakítva, és rengeteg problémával kellett megküzdenünk, mert az előzetes mérésekhez képest például voltak olyan talajviszonyok, ami pluszköltségeket jelentett, hogy tömöríteni kellett, illetve egy magas nyomású gázvezeték megy keresztül a területen, ott végül is ki kellett váltani egy bizonyos szakaszt. A polgármester hozzátette, jelentős többletköltséggel kellett számolniuk a park kialakítása során. Eredetileg 547 millió forintot nyertek, de végül 824 millió forintból valósulhatott meg a beruházás. Gömze Sándor úgy fogalmazott, már vannak érdeklődők a terület iránt. Én munkámnak is egy része, meg néhány munkatársamnak a része, hogy mi magunk is keressük a beruházókat, akár helyben, akár a környezetünkben kell, hogy keressünk, de nyilvánvaló, hogy szeretnénk a magyar befektetőkön túl külföldieket is, tehát szívesen látunk mi keletről is, nyugatról is, vannak érdeklődők, vannak reálisan terveket felvázolók és komoly érdeklődőnek tűnők, és vannak természetesen olyanok, amelyeket el kell engedni így első hallásra. Most vagyunk egy céggel tárgyalásban, akik vállalnák a menedzselését ennek a területnek az értékesítését illetően. Keressük az együttműködésnek a alapdokumentumát, most per pillanat ennek az egyeztetése folyik, és természetesen, hogyha lesznek beruházók, akkor ezt az ipari területet majd üzemeltetni is kell. Ebben is van még feladatunk, vagy mi magunk, vagy erre is találunk egy üzemeltetőt. Az ipari park egy lehetőség Tiszalök számára, hogy segítse a térségben élők munkavállalását, jelentette ki Sesták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei önkormányzat elnöke az átadón. Az a legfontosabb, hogy az a 10%-nyi, közel 10%-nyi ember, aki még itt munkanélküli, és még 600-an közfoglalkoztatásból élnek, ezt most itt tudtam meg, azok milyen elszánással állnak az elsődleges munkaerőpiachoz, ahol a közfoglalkoztatásból származó bérnek sokszorosát, 4-5-szörösét is meg lehet keresni. Csak ez mégiscsak olyan civilizációs ugrás vagy mentalitásbeli változást jelent az egyes ember számára, amit nehezen ugranak meg, segítség kell. Az országban 300 és 500 ezer közé teszik a szakemberek azt a munkaerő tartalékot, amit még a munkavilágába lehet integrálni. Ez a legnehezebb feladat. Tehát 22%-ról itt a térségben annyi volt a munkanélküliség 15 évvel, levinni 10%-ra az egyszerű feladat volt, hiszen ott, akik már az elsődleges munkaerőpiacon találtak állást, azok valóban alkalmasak voltak mentálisan, szakmailag, képzettségben az elsődleges munkaerőpiacra.
és ezt a 10%-ot integrálni az elsődleges munkaerőpiacra, a piaci munkahelyekre, de sokkal nehezebb és fáradtságosabb feladat. Sezták Oszkár hangsúlyozta, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye önkormányzata a következő 7 évben a TOP Plus keretében a jelenlegi információk alapján 7,5 milliárd forint értékben szervez foglalkoztatási programokat a jövő munkavállalóinak segítése érdekében. Váci Mihály születésének 99. évfordulójára emlékeztek pénteken Nyíregyházán. A hagyományokhoz híven megkoszorúzták a 45 éves korában Hanoiban elhunyt Kossuth Díjas költő szobrát, és megemlékezést tartottak a nevét viselő kulturális központnál lévő emléktáblánál. A munkásságát elismerve, a tevékenységet elismerve, az elmúlt 40 évben közel 50 könyvírás jelent meg a munkásságáról, munkájáról. A fiataloknak, hogy mit jelent, hát rossz tapasztalataink vannak sajnos, mivel hogy a tananyagból kivették, tehát fakultatíve készülhetnek, tanulhatnak, érettségizhetnek belőle. Pótolnivalónk van, rengeteg pótolnivalónk van, amit az Egyesület és az Egyesület mellett most létrejött fiatalokból, hála Istennek, ez a Váfi csoport. Ugye a Váfi az tulajdonképpen Váci Mihály fiatal követőinek egy rövidítése, amit választottak, tehetséges emberek, írnak, festenek, rajzolnak, tehát mindenféle művészeti ágban. És ezt próbáljuk most, így próbáljuk most terjeszteni. Azt a hitet, amit annak idején Váci Mihály hirdetett, azt a tapasztalatot, azt a tudást, azt az akaratot, azt a jövőképet, amit elénk festett, már pedig az élő a mai napig is. Új helyre költözött a Máté Szalkai Szakképzési Centrum, a Jármi úti épületben 14 szakember dolgozik azon, hogy az 5 hozzájuk tartozó intézmény zavartalanul működhessen. A centrum közeli tervei között szerepel a Kárpát-medencei Képzési és Koordinációs Központ létrehozása. Tágas, világos, korszerű épületbe költözött a Máté Szalkai Szakképzési Centrum. Korábban 8 évig voltak társbérletben a fogászati rendelővel. A társbérlővel jól kijöttek, a munkakörülmények és az elhelyezkedés azonban szükségessé tette a váltást. Az új hely megfelel a kor követelményeinek. Raktárral rendelkezünk, jelentős számú parkoló áll rendelkezésre nem csak a munkatársaknak, hanem a vendégeinknek is. Egy jól megközelíthető, mindenki számára elérhető helyen vagyunk, azért Máté Szalka bevezető 4-sávosán ez a nagy könnyebbség, hogy már messziről a felirat és az ászló mutatja, hogy hol vagyunk. Illetve azok a munkakörülmények, amelyek korábban nem voltak számunkra biztosítottak, egy nagy tárgyalóval, bármilyen triviálisnak nő, de most már van külön férfi és női mosdónk. Ezek mind-mind azokat a lehetőségeket úgymond tágították ki, amelyek szerintem ma már egy normális munkahelyen kötelező elemek. Mint a kancellár elmondta, a következő 5 évre vonatkozó terveket már papírra vetették. Ezek között van olyan is, amelyik megvalósítása már el is kezdődött. Ennek a költözésnek egy mellékszála igazából, de az az ingatlan, amit a magyar állam számára az elmúlt évben vásároltunk itt az út másik oldalán, ez egy közel 1 hektáros terület, és a fenntartó minisztériummal egyeztetett álláspont szerint itt fogjuk majd a Kárpát-medencei Képzési és Koordinációs Központ alapjait lerakni, és ennek a működését, ennek a rendszernek a kialakítását fogjuk most elkezdeni az elkövetkezendő hetekben. Egyelőre csak egy iroda létrehozásával, de ahogy a feladataink fognak nőni, és reméljük, hogy az ország gazdasági helyzete is majd lehetővé teszi, hogy valóban megvalósul az a beruházás, ahol a Kárpát-medence összes magyar lakta területén lévő kollégáink, oktatók, szaktanárok, pedagógusok, vezetők, azoknak egy tudásközpontot tudunk itt létrehozni. A határon túli tanulóinknak egy vizsga központot, amely nem csak az ágazati, hanem a szakmai vizsga helyszínét is biztosítja. Illetve hát az egyik dédelgetett álmunk az, hogy legyen egy olyan találkahelye a Kárpát-medencében élő összes pedagógusnak, ahol évente 2-3 alkalommal szakmai konferenciák és egyéb találkozók keretében eszmét tudnak cserélni, gondolatokat, és egy kicsit kilépnek a hétköznapok szürkeségéből. Az átadó ünnepségen a Kulturális és Innovációs Minisztérium főosztályvezetője a centrum működésének határokon átnyúló szerepét emelte ki. A Máté Szalkai Szakképzési Centrum nem csak a magyarországi, hanem a közeli szomszédos országok munkaerő igényének kiszolgálását is segíti. A centrum szakképzési profilját harmonizálja a térség további szakképző intézményeivel.
elősegíti a náluk megjelenő, de a centrum képzési profiába nem tartozó tanulók igényeinek a koordinálását. Szoros és erős kapocs szerepét tölti be a Kárpátai és az Erdélyi régió szakképzési igényeinek kiszolgálásában. A centrum vezetésének és munkatársainak humánus hozzáállása és jó szakmai lépése eredményeképpen az intézmény jó hírneve és szakmai eredményei a térségen túlmutatóan az ország távolabbi régióiban és határon túl is ismert és elismert. Az új épületben helyet kapott a Centrum Nonprofit Kft.-je, a Szatmári Ágazati Képzőközpont, valamint a centrumhoz tartozó öt iskolához kapcsolódó rendezvényeknek is méltó helyszíne lesz a járműúti létesítmény. Gyalogost ütöttek el csütörtök este a Nyíregyházi kert utcán. A 2x2 sávos úttesten a gyalogos nem a zebrán kelt át, ezért egy Szent István utca felől érkező személygépjármű már nem tudta elkerülni az ütközést. A járókelőt 8 napon túl gyógyuló súlyos sérülés gyanújával szállították kórházba. A főútvonal forgalmi sávját a mentés idejére lezárták. A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit. A Tanácsköztársaság erőszak történetét kutatja az a könyv, amelyet a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei levéltárban is bemutattak. A könyvet kiadó erőszak kutató intézet ügyvezetője úgy fogalmazott, Kosztyó Gyula olyan iratokat tárt fel, amit eddig a kutatók sem ismertek. A Tanácsköztársaság Kárpátalján című munka Szabolcs-Szatmár-Bereg, Ung, Ugocsa és Máramaros vármegyék 1918 és 1921 közötti tragikus eseményeit mutatja be. Könyvbemutatót tartottak a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei levéltárban, ahol az Erőszak Kutató Intézet legújabb kiadványát ismerhette meg a közönség. Az Erőszak Kutató Intézet a Clio Intézetnek a jogutódja. 2018 óta működünk, a névváltozás pedig 2023. augusztusában volt. Az intézetnek a profi azonban mindig is ugyanaz maradt. A 20. századi magyar rendszerváltások, polgárháborúk történetének az erőszak történeti aspektusait vizsgáljuk egészen 1918-tól 1989-ig, és a Kárpátaljai Tanácsköztársaságnak az erőszak konfliktusai is ide kapcsolódnak. A Tanácsköztársaság Kárpátalján című könyvet megelőző kutatás célja az volt, hogy képet adjon a Szabolcs-Szatmár-Bereg, Ung, Ugocsa és Máramaros vármegyék 1918 és 1921 közötti erőszak történetéről. A Tanácsköztársaság erőszak történeti aspektusai Kárpátalján eddig teljesen még iratlanok voltak, egy teljesen szűz területről beszélünk. Olyan iratokat tárt fel Kosztyó Gyula, amit eddig még igazából mi kutatók sem láttak, más kutató sem látott, és képes volt arra, hogy szintetizálja Beregszánszi levéltárban levő, illetve a budapesti központi levéltárakban levő iratokat. Az erőszaktörténeti aspektusból pedig azért különleges, mert a Tanácsköztársaság erőszaktörténeti aspektusával szintén nagyon kevesen foglalkoztak, de az intézetünk mind a vörös, mind pedig a fehér terror történetét fel kívánja dolgozni, tehát egyfajta balanszot próbál megképezni a két narratíva között. A feltárt tragédiák között akadt olyan is, amely Szatmárcsekén történt. Amit talán a szabolcsi vagy beregi szatmári olvasók is szívesen olvasnak ebbe a kötetbe, az erőszak megnyilvánulásának formái belül található egy olyan fejezet, amelyik konkrétan a szatmárcsekei csendőrös ostromáról szól. Itt azt kell elképzelni, hogy Beregszászból érkeznek vörös katonák, és tulajdonképpen egy tűzharc keretei között Szatmárcsekén megölnek két csendőrt, illetve rabul ejtenek több helyi lakost, és ugye őket fogják majd elhurcolni Budapestre túszként. Tehát van mit helyi lakosoknak is olvasni és keresni ebben a kötetben. A kutató úgy látja, a forradalmi törvényszék ítéleteit sok esetben alaptalanul hozták meg, és brutális kegyetlenséggel hajtották végre. Nekem igazság szerint a legmegdöbbentőbb kategória az volt, ahogyan ezek a perek, a forradalmi törvényszékeknek a perei, ahogy lezajlottak, illetve tehát mellőztek mindenféle fajta vádiratot, nyomozást, hanem tulajdonképpen ezek ilyen mondva csinált perek okok, indokok alapján végeztek ki embereket. És tehát az a megdöbbentő primitívség, ahogyan az embereket kivégezték. Tehát így egy akasztásra gondolok, illetve sortűzök keretei között
ahogyan a vörös terror tényleg, ezek teljesen megdöbbentő folyamatok voltak, hogy mi módon hajtották ezeket végre. A szerző hozzátette, a könyv elkészülését egy év levéltári kutatás és egy év írás előzte meg. Kosztyó Gyula, a budapesti, a beregszászi, a nyíregyházi és a sátoralja újhelyi levéltárak forrásai alapján írta meg hiánypótló könyvét. A nyíregyházi rendőrkapitányság lopás büntet miatt folytat eljárást egy 15 éves nyíregyházi lakos ellen. A fiú 2023. december 11-én éjszaka bement egy helyi építkezésre, és az elektromos gépekről, elosztókról levágta a vezetékeket, majd azokat bepakolta a magával vitt kukába, és elment a zsákmánnyal. A nyomozás során az is kiderült, hogy korábban egy másik építkezésről fűtéscsöveket és vízórákat tulajdonított el. A nyíregyházi nyomozók a fiú december 13-án elfogták, gyanúsítottként kihallgatták és őrizetbe vették. Még most sem késő téliesíteni, azaz megfelelően szigetelni a vízmérő aknákat. Erre hívja fel a figyelmet a Nyírségvíz ZRT. Telente rendszerint több száz bejelentés érkezik a szolgáltatóhoz elfagyott vízóra miatt. Érdemes ugyanakkor néhány percet rászánni az akna szigetelésére, akár helyreállítása ugyanis több tízezer forint, amelyet a felhasználónak kell kifizetni. A Nyírségvíz ZRT videója azt mutatja be, hogyan kell egyszerűen, de mégis hatékonyan téliesíteni az otthoni vízmérő aknát. Az akna fedelét 5 cm-es hungarocellel szigetelik le, megakadályozva ezzel azt, hogy a leghidegebb éjszakák során elfagyjon a vízóra. Jellemzően az első komolyabb fagy során, vagy tavasszal hirtelen jött lehűlés során érkezik nagy számban bejelentés a szolgáltatókhoz. Könnyű Zsolt, a Nyírségvíz ZRT megbízott vezérigazgatója 35 perc című műsorunkban azt mondta, még most sem késő szigetelni a rendszert. Nagyon fontos felhívni a figyelmet, nem győzzük elégszer hangsúlyozni, hogy megfelelő módon kell szigetelni, tehát lehetőleg ezekkel a niketszelekkel kell a vízmérő aknát leszigetelni, hogy a fagy ne okozzon kárt a vízmérőben, hiszen a fagy hatására a víz ugye megduzzad és el tudja törni a vízmérőt, akár még a vezetéket is, és kifejezetten szeretném felhívni a figyelmet azokra a mérőkre is, amik locsolási mérők, tehát az emberek úgy vannak vele, hogy hát azt nyáron használjuk tavasztól őszig, de ezekben is, ha víz marad télére, akkor ezek is szétfagynak, és sajnos ezek is többletköltséggel járnak. Az elfogyott rendszer cseréje, illetve a helyreállítás összköltsége körülbelül 30 ezer forintba kerül. Mivel azonban ez a szigetelés mulasztása miatt következik be, a kár és az elfolyt víz költségeit minden esetben a felhasználónak kell kifizetnie. Nyíregyháza megyei jogú város polgármesteri hivatala tájékoztatja a lakosságot, hogy a közgyűlés határozata értelmében figyelemmel a kormányzati igazgatási szünetre december 27-e és 29-e között igazgatási szünetet tart, az ügyfélfogadás szünetel, a hivatal épülete zárva lesz. Az Újpest ellen búcsúztatja az évet a kisvárdai futballcsapat, Feckó Tamás 12. helyen álló együttese az NB1 17. fordulójában a 8. újpestieket fogadja. A mérkőzés szombaton 15 órakor kezdődik a Várkerti stadionban. A további párosítás a következő: Fehérvár FC Paks, DVTK MTK Budapest, Kecskemét Debrecen, Ferencváros Zalaegerszeg és Puskás Akadémia Mezőkövesd. Négy csapat részvételével rendeztek U8-as jégkorong tornát a szabolcsi Solymok. A hazaiakon kívül a kazincbarcikai Ördögök, a DVTK Jegesmedvék és a Nyíregyházi Sportcentrum csapatai léptek jégre. Vasárnap 4 U12-es együttes méri össze tudását a Nyíregyházi Városi Jégpályán. Lelkes gyerekek a jégen, lelkes szülők a lelátón, jó hangulat a jégpályán. A szabolcsi Solymok néhány héten keresztül görkorcsolyás edzéseket végeztek, egy hónapja azonban a fiatalok már felhúzták a rendes korcsolyát, és azóta az egyesület hokisai igyekeznek a lehető legtöbb időt a jégen tölteni. November 13-ától van jegünk, azóta tudunk jégen készülni, és több tornán vettünk már részt. Az edzések azok úgy folynak, hogy napi három alkalommal van az U8-10, és heti három alkalommal a 12-14 is. Plusz ezt kiemelném, hogy tartunk korisulit is,
minden hétfőn 5 órától 3:46-ig, és szerdán ugyanúgy 5 órától 3:46-ig, és szeretettel várjuk, akik meg szeretnének tanulni korcsolyázni, meg jégkorongozni, hogyha netán megtetszik nekik ez a sport. A hazai rendezési U8-as tornán a másik nyíregyházi csapatot és két Borsodból érkező együttes látták vendégül a sólymok. A mai tornán a Kazinc Barcika és a DVTK, a Nyíregyházi Sportcentrum és mi a sólymok. Nagyon jó torna. Most a miénkről beszélek, őket láttam játszani, szépen összjátékot játszanak, adják a passz, kapás lövések, olyanokat csinálnak, amit még edzésen sem. Úgyhogy nagyon jól látni itt a kis gyertkőceket, hogy szaladgálnak a jégen. A tornán a korosztálynak megfelelően egy hatott pályán 3+1-es felállásban játszottak a csapatok. Ugyan U8-as együttesekről van szó, de mindenütt szerepeltek fiatalabb jégkorongozó palánták is. 5 éves kortól tudjuk versenyeztetni a gyerekeket, de van olyan gyerekünk, aki már 3,5 éves kortól a Jégsport Egyesület részeseként vannak, úgyhogy a toborzásokon 3,5 éves kortól várjuk a gyerekeket, és 8 éves korcsoportig tudjuk őket versenyeztetni az U8-as kategóriában, aztán majd fejlődnek az U10-be, 12-be és 14-be. A 2023-as évet a hétvégi U12-es tornával búcsúztatják a szabolcsi sólymok. A tervek szerint március végéig lesz jég a pályán, így addig a lehető legtöbb meccset szeretnék lejátszani a Szabolcsi Jégsport Egyesület korosztályos csapatai. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. Átadták Tiszalökön az új ipari parkot, amelyet a város határában a Tiszavasvári felé vezető út mentén alakítottak ki. Gömze Sándor polgármester azt mondta, a mintegy 16 hektáros területen több mint 800 millió forintos beruházás valósult meg, és már el is kezdődtek a tárgyalások az üzemeltetéssel kapcsolatban. Új épületbe költözött a Máté-Szalkai Szakképzési Centrum. A jármi úti a kor követelményeinek megfelelő létesítményben 14 szakember dolgozik azon, hogy az 5 hozzájuk tartozó intézmény zavartalanul működhessen. A centrum közeli tervei között szerepel a Kárpát-medencei Képzési és Koordinációs Központ létrehozása. Szabolcs, Szatmár, Bereg, Ung, Ugocsa és Máramaros vármegyék 1918 és 1921 közötti erőszak történetéről mutattak be könyvet a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei levéltárban. A könyvet kiadó erőszakkutató intézet ügyvezetője szerint Kosztyó Gyula a Tanácsköztársaság Kárpátalján című munkája a témával kapcsolatos első komoly magyar nyelvű feldolgozás. December 15-én pénteken a Kölcsei Televízió híradóját látták, szombaton heti hír összefoglalóval, hétfőn pedig már a legfrissebb hírekkel jelentkezünk majd. Megköszönöm egész heti figyelmüket, töltsék kellemesen a hétvégét, viszontlátásra! Szombaton a köd, réteg felhőzet délelőtt jó részt megszűnik. Az ország észak-északkeleti harmadában több vastagabb felhőzet várható, máshogy gyengén felhős napos időre számíthatunk. A legmagasabb nappali hőmérséklet 2 és 4 fok között valószínű. Vasárnap nagyobb területen képződhet köd, illetve réteg felhőzet, számottevő csapadék nem várható. Napközben 2-4 fokig melegszik fel a levegő.